Megtartotta idei bemutatóját a Komáromi Vidámiparista Színjátszó Társulat. A Hamlet variációkat Kispéntek József állította színpadra, a szövegkönyv alapját az eredeti Shakespeare mű Tom Stoppard által lerövidített változata és az Arany Jánosi Hamlet fordítás passzusai képezték. Fiatalos, humoros helyenként az eredeti drámát kicsit parodizáló előadás született, amelyet a társulat rendhagyó irodalomórák keretében szeretne sok-sok alkalommal előadni. Tövérőhegyire elemeznünk kellett a Hamletet, és azt is be kell vallanunk, hogy azok a nézők, akiknek halvány fogalmuk nincs arról, hogy miről szól a Hamlet, azoknak elég nehéz követni a cselekményt. Tehát egy minimális cselekményismeret vagy drámaismeret szükséges hozzá, hogy ezt össze tudják rakni magukban. De arra gondoltunk, hogy akik nem, azoknak meg a poénok szóljanak bennet. A jelenleg 12 tagot számláló csoport az ipari iskola elsőseiből és harmadikosaiból áll. Zömüknek nincs színpadi tapasztalatuk, ám nagyon élvezték a játékot. A Hamlet variációk három részből áll, háromszor játsszák el a történetet. Először 25 percben, majd 10 percben, és a végén csupán néhány percben. Ez egy nagyon lerövidített verziója. Az alaptörténet, a lényeg van benne, és tényleg tömören az egész, viszont nagyon sok dolog van benne. Tehát, hogyha nem figyel oda az ember, azért valami kimaradnak, és ez egy első rész, utána van egy második részünk, ami egy még rövidebb, és végül befejezzük egy harmadikkal, ami pedig tényleg csak a leglényegesebb mondatokból állnak. A történéseket maga az író, azaz Shakespeare tartja mozgásban narrátorként. Mesélek a közönségnek, és egyben igazgatom a színészeket is, hogy mi szerint jöjjenek elő. Én eleve szeretem Shakespeare művészetét, és nagyon élvezem ezt az egész színjátszó csoportot, így a Shakespeare szerepe nekem külön élmény. William Shakespeare munkássága érettségi tétel. Középkori világa, darabjainak nyelvezete azonban nagyon távol áll a mai fiataloktól. A víztások előadásának egyik legfontosabb célja, hogy érthető, könnyen emészthető módon tárják a közönség elé a dán herceg tragikus történetét, és felkeltsék a fiatalok érdeklődését az Erzsébet-kori drámaíró darabjai iránt. Különféle televízió képviselőjét, úgyhogy szeretettel köszöntök a mostani előadásunkban. Röviden köszönjük, egy tanítási óra, 45 perc az előadás. Arról van szó, hogy Shakespeare Hamletjéről csinálnak egy 45 perces rövidített változatot. Aki olvasta vagy ismeri valamilyen szintű tananyag és érettségi tétel a Hamlet, úgyhogy azért ismerni kéne majd a sztorit, és ráadásul elsőre tanultátok, úgyhogy szerintem előleg mindenkinek ismernie kéne. Mi még olyan húzást csináltunk, hogy beletettük magát Shakespeare-t is, ő irányítja az egész cselekményt, hiszen ő írta a hogy a Dezavarjon és Shakespeare egy ilyen kikiáltó szemű titula bejön, és azt mondja, hogy hány egy jelenet következik, ő maga Shakespeare. Majd nem is hangzik az előadásban, ha valakinek ez bezavarnak. Olyan előadás, hogy nagyon rövid idő alatt nagyon sok mindent próbálunk elmesélni, és ez alatt a rövid idő alatt, hogyha nem figyeltek, akkor elúszik a cselekmény. Jó? Köszönöm szépen mindenkinek, jó szórakozást kívánok, kezdjük! Jó napot kívánok! A Hamlet című előadásra... Elnézést, egy kis műszakiba történt. Addig is egy kis zenét. Thank you.
mágiában. Lenni vagy nem lenni? Az itt a kérdés. Több dolgok vannak, mert földön és egen nincsen bölcseletek álmodni képes. Van egy istenség, aki végzetünk formája, bárhol is maradunk ki. Bár ez öröntség, de van benne ez. Kegyes szándék, kegyetlenséggel. Tartsd úgy, mintha a természetünkkel. Tekintet, legyen több a bánat, mint a harag. Hadadság! A hölgy, mintha nagyon is tiltakozni. A macska nyár, s megvész az. Ábrázatán inkább hú, mint harag. Atyám, Árnék,
And